nem tudod bérbe, elhiszed, hogy vannak még csodák. Filmzenei összeállítással egy ünnepi műsor keretein belül nyitotta meg kapuit a Cukor Adolf Filmszínház Máté Szalkán. A város fejlődésében ez jelentős mérföldkő, hiszen 2016-ban született meg a döntés, hogy a Kossuth utcát és az ott lévő mozit teljesen felújítják. Egy méltatlanul elhanyagolt, romos épület volt akkoriban ez az épület, és bizony nagyokat nyert az ember, amikor végig sétált a elhanyagolt termen, a folyosókon, amelyek gyakorlatilag romos állapotban voltak. És aztán beszélgetve Kovács Sándor országgyűlési képviselővel, beszélgetve a Máté Szalkaiakkal, úgy döntöttük, hogy megmentjük a mozit, és újjáépítjük. Hála Istennek ez megtörtént. És nem csak a mozi épülete újult meg, ami nyilván sokkal kisebb volt a mainál, ott elhelyeztünk egy Cukor Adolf emlékkiállítást is. Az új Máté Szalkai mozi komplexum két teremből áll. Az egyik a kétszeres Golden Globe díjas, magyar származású hollywoodi színészlegenda Tony Curtis nevét viseli, a másik pedig a szintén magyar származású producer, a Paramount Pictures filmvállalat alapítója Cukor Adolf nevét kapta. Egy új közösségi tér nyílt meg, és ha az én mániáimat, vagy a szövegkörnyezetemet nézzük, akkor nekem ez a kulcs szavam közösséget építeni, hiszen ahhoz, hogy Cukor Adolf is a maga embersége és magyarságával 103 évig Hollywoodban próbált ezt a magyar virtust a maga keménységével, de ugyanakkor emberségével menedzselni. Azt gondolom, hogy a mostani generációnak erre van szüksége, magyarnak lenni, közösségben élni, magyar nyelvet fenntartani, és még legalább 1000 évig magyar nyelven forgatni filmeket. Azt gondolom, hogy ez az első is erről szólt, hogy a Magyar Hollywood Tanács, akinek sok mindent köszönhetünk, csinált egy kis filmet arról, hogy hogyan is indult Cukor Adolfnak az élete, a mai 21. században hol az ő helye. Ez Jimmy J. Hollywood 25 dollár című filmje volt, amelyet elsőként mutattak be az új moziban. Ezt követően már a dzsungeltúrára is beülhettek a jeggyel rendelkezők. Akárcsak a nagy mozikban, itt is a büfé szolgálja a tökéletes mozi élményt, ahol popcornt és nachoszt is vehetünk. Közel egy hónappal ezelőtt azonban még problémák sora tette bizonytalanná és kérdésessé a mozinyitást. Három héttel ezelőtt felhívtak, hogy jelen pillanatban még ez nincsen, amaz nincsen, és ez pont olyan alapvető dolgok hiányoztak, ami a filmetítés nélkül nem megy. Ha nincs hang, akkor kúrjonkhatunk itt a moziba. Az ugye elég kevés, vagy esetleg elővetjük a kis diavetítőnket, és azzal próbálunk vetíteni. Úgyhogy akkor volt nagyon-nagyon 3-4 nap éjszakám, amikor a feleségem azt mondta, hogy ha ez nem megy, ezt nem szabad így csinálni. Aztán, amit mondtam, voltak olyan mentoráltak, a Iván Laci barátom, aki tulajdonképpen egy hétvége alatt csodát tett és hangot csinált, szó szerint hangot csinált, és akkor onnantól kezdve már sokkal könnyebb dolgom volt. Az, hogy utána nem volt, ez hiányzott a klíma, hiányzott, sorolhatnám itt a sok apró cseprő dolgot, de az már könnyű volt. A mozi átadása a Máté Szalkai Fényes Napok része volt, amely csütörtökön vette kezdetét. Már az első nap különleges programok várták az érdeklődőket. Volt éjszakai fürdőzés, fényes kerekezés szakadó esőben, és jó hangulatú spinning bemutatón is részt vehettek a sportszerelmeseik.